4 millió euró versenyjogi bírságot szabott ki az Amazon webáruházra a francia bíróság, adta hírül kedden a Next Impact francia hírportál. A Párizsban született bírósági ítélet szövege még nem publikus, egyelőre annyit tudni, hogy az értékesítést harmadik félként lebonyolító eladókkal kötött szerződésekbe csalárdpontokat vett be a cégorjás. Az Amazon illetékese a Reuters hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a francia bíróság által kifogásolt pontok egy részét már törölték az eladók szerződéséből, vagy módosították a szöveget. Több mint 10 000 francia kis- és középvállalkozás értékesít az Amazonon keresztül, ezért vizsgálódott 2 éven át a francia fogyasztóvédelem. A hivatal vezetője szerint a Franciaországban rekordnak számító bírság alapja, hogy idézzük, számos esetben tártak fel olyan tényezőt, ami potenciálisan tisztességtelenség alapja lehet.